Köszöntöm nézőinket! A Globo Háttér című műsorunkban a legutóbbi Globo magazin riportjaiból, híreiből, tudósításaiból választunk ki két fontosabb témát, amiről részletesebben értekezünk a stúdióba meghívott vendégeinkkel. A december 7-i műsorunkban Szendrei Andrea főszerkesztővel és Király Csaba műsorvezetővel beszélgetek a Miskolci Civil Rádióról. Ezt követően Kormos Csaba római katolikus esperes plébános tájékoztat bennünket a várakozásban teli adventi időszakról. A műsor végén az életmód percekben farkasföldi téme a Piloxing edző számol be az aerobik mozgásforma jótékony hatásairól. Kérem, tartsanak velem! Idén januárban indult el rendszeres adásával a Civil Rádió Miskolc, ami szeptember 14-től már heti 7 napon napi 24 órában sugároz. Erről beszélgetek mai két vendégemmel, Szendrei Andrea főszerkesztővel és Király Csabával, a rádió sajtószóvívőjével. Köszöntelek benteket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi is köszönjük, és szia. Hogyan jött az elnevezés? Mert ugye nem ez a hosszú neve, de ugye a CIRMI-ről van most itt szó. Én gondolom, hogy mi ez a rövidítés, de miért választottátok ezt? Hát mivel ez egy közösségi rádió, megpróbáltunk közösen dönteni, ami nem is volt könnyű, mert ugye ez egy játékra ad lehetőséget. Mi is gondolkodtunk, hogy hozzunk-e mocskát most a beszélgetésre, mert hogy ez egy ilyen áthallással ad egy játék lehetőséget, de és mi szeretnénk, ha ez mind a kettő a komolyság is, meg ez a játék is megjelenhetne, de pályázatot írtunk ki rá, és nagyon sokat beszélgettünk róla. Igen, tehát meg lett hirdetve még a rádió elindulása előtt, hogy indul most Miskolcon egy ilyen kezdeményezés, rádió, és hogy küldjetek névötleteket. És akkor beérkezett ez, hogy Civil Rádió Miskolc, az CIRMI. És hát aztán megszavaztuk azok között, akik már így benne voltunk az előkészítő alkotó folyamatban, és ez nyert. Közösségi rádió, ugye erről van szó, mit jelent ez pontosan, mert most akik minket néznek, nem biztos, hogy ők értik ezt, mert ugye ismerjük a kereskedelmi rádiókat, ismerjük a többi más egyéb rádiót, de ez azért teljesen más, mint amit eddig megismertünk. Igazából már az induláskor meglátszott ez, hogy a közösségi rádiót azt inkább olyan emberek indították, akiknek célja volt az, hogy a civilek, a hétköznapok üzenetei is eljussanak sok emberhez, illetve hogy a fiatalok, azok, akik nem szánják magukat média pályára, de mégis van ügyük, szeretnének valamit tenni, de nem találják a helyüket, itt kipróbálhassák magukat. És hát tulajdonképpen egy csomó mindent közösen tervezünk, közösen alakítjuk a rádiót. Hát igen, meg arról nem is beszélve, hogy ez egy közös, egy rádiózó közösség. Mert egy jobb napunkon, adásnapon összegyűlik 10-15 ember, akik a rádiózás mellett ugye közösségi életet is élnek. Tehát itt a rádiózási folyamat az csak egy része ennek az egész kezdeményezésnek. Milyen műsoraitok vannak, hol lehet titeket hallgatni? Ugye ez a legfontosabb most, hogy megismerjenek benneteket. Hát igen, ugye ez, ahogy te is említetted, most szeptember 14 óta van az, hogy 24/7 adunk, és ez járt azzal, hogy tematikus adásnapjaink vannak. A hétfői nap az a civilségé, a civil hétfő, keddenként esélyegyenlőség, például női esélyegyenlőség konkrétabban, hátrányos helyzetű csoportok, zöld témák, állatvédelem, szerda az a közszerda nevű napunk, amikor ilyen közéleti, aktív állampolgársággal kapcsolatos témákat dolgozunk fel, csütörtökön a kultúra van, és ebben minden, ami belefér, de úgy kell képzelni, hogy például múlt csütörtökön egy miskolci zenekarnak a koncertjét közvetítettük egy baráti próbateremből, de itt vannak olyanok, hogy kiállítás megnyitókat mutatunk be, de ezek csak pár konkrét példák, tehát a kultúrája ez a nap. Péntekenként pedig a fiataloké a terep. Tehát a többi napon is dolgozik fiatal, nem rosszul kell ezt érteni, de hogy ott, amihez nekik kedvük van, és ilyen tematizálatlanul megy. Mert hogy ez azt is jelenti, hogy a hét első négy napjának van egy ugyan önkéntesként dolgozó, de ahhoz a szakmához, amit érintenek a témák, közel álló, nem rádiós, hanem szakmabeli napszerkesztője, vezetője, és ő hozzá lehet csatlakozni. Míg a péntekben szándékosan nincs
30 fölötti sem szakember, sem rádiós, hanem a 30 alatti fiatalok saját indítatásukból vezetett témák nélkül állítják össze a műsorokat. Viszont, amit Csaba is mondott, hogy a többi napon is van fiatal, vannak mentoraink, és ez is azt gondolom, hogy a közösségi rádiózásnak egy specialitása, hogy aki betér fiatal, az jöhet abszolút csak a kíváncsiságból, mert hogy a mentoraink által kap segítséget ahhoz, hogy hova is tud ő majd betalálni, mi is az ő terepe, témája itt a rádión belül. Minden esetre biztos igaz az, hogy ez nagyon fontos lehet azoknak, akik médiával szeretnének majd későbbiekben foglalkozni, vagy ott szeretnének tanulmányokat folytatni, hogy meglássák azt, hogy hogyan is működik valójában egy rádió vagy egy médium, és hogy ti ebben tudtok segíteni, hogy irányt mutattok, illetve megtudhatja azt is, hogy én szeretném ezt csinálni, vagy nem szeretném a későbbiekben, vagy szeretném, hogy ez legyen az életemnek a része, vagy az életemnek a munkája. Csaba éppen média szakosként végzett, és te jobb, ha te meséled, de hogy vannak gyakornokaink, akik most tanulják ezt a szakmát, és ők is belekóstolhatnak nálunk. Igen, igen. Tehát arra reflektálva, amit említettél, tehát egy szerkesztőségi rendszernek, még hogyha egy amatőr civil kezdeményezésről van szó, akkor is egy szerkesztőségi rendszerhez hasonlító médiumnak a működésébe eléggé bele lehet tekinteni annak, aki ezzel szeretne a jövőben foglalkozni, tehát lehet itt szerezni értékes tapasztalatokat. És igen, tehát amit meg Andi mondott, hogy van például most olyan egyetemista gyakornokunk a Miskolci Egyetemről, konkrétan médiaszociológia szakról, aki a kötelező szakmai gyakorlatát nálunk tölti. Tehát arra is van akkor lehetőség, igen, hogy szakmai gyakorlatot vagy szakmai tapasztalatot is szerezhessenek. Sőt, még akár a közösségi, igen, szolgálatos középiskolásokat is fogadni tudjuk. Ez is nagyon fontos, mert ugye itt a fiataloknak most ez egy, akik tovább tanulás előtt állnak, ez egy fontos feladat és kihívás, amit meg kell oldani, de ilyen közösségben eltölteni azért teljesen más szerintem. Móka és kacagás. 50 óra letöltendő. Hogyan választjátok ki a témákat? Azért ez mindig egy olyan marginális kérdés, hogy mi az, ami érdekli mondjuk a fiatalokat, mi az, ami érdekli azokat, akik benneteket hallgatnak a civil szférából, vagy amiket itt említettetek ezekből. Azért ez nehéz munka. Hát egyrészt, amikor elindult a rádió, volt 6 civil szervezet partnerségével indult, és ők hozták a saját témájukat, tehát van egy olyan téma kínálat a fiatalok részére, amit már mi, akik alakítottuk, kezdeményeztük ezt a rádiót, hozunk, és van a mentori rendszerben pedig van egy olyan lehetőség, hogy a mentorok, amikor hozzánk bejelentkezik egy fiatal, majd elmondjuk, hogy milyen felületeken, és találkoznak a mentorokkal először, akkor ott ők egy hosszabb beszélgetés keretében azt is megtudakolják, hogy van olyan téma, amit akár a fiatalhoz új témaként, mert még nincs a rádióban. Tehát két oldalról is alakulhat a témaválasztás. Hol hallgathatnak benneteket? Mert ez volt már kérdés, csak erre nem jött, igen, még válasz, és azért ez fontos lehet. Egyelőre csak online vagyunk foghatóak a cirmi.org honlapon. Ha betölti az ember, szól, bár lehet, hogy a Play gombot is meg kell nyomni, de ott igen. Vannak olyan terveink, hogy majd szeretnénk egyszer sávot, frekvenciát, de ez még odébb van, de szerepel a tervek között. De a Facebook oldalunkon is találhattok olyan gombot, amivel rögtön hallhatóvá is válik az éppen aktuális műsor. A Facebook oldalatokon mi az, amit figyelemmel kísérhetünk, mi az, amit feltöltötök oda, amik fontosabbak, gondolom? Hát igyekszünk minden napot megpromózni, tehát vannak olyan tagjaink, akik csak azért, hogy azzal foglalkoznak, hogy készítik a promó plakátokat. Tehát igaz, ez amúgy fontos eleme az egész rádiónak, hogy nem csak rádiózni lehet. Tehát, hogyha például valaki technikusnak szeretne jönni, akkor annak is jöhet, hogyha valaki a grafikai vágyait szeretnék kiélni, akkor jöhet és rajzolgathat nekünk plakátokat. Tehát olyan boldogok leszünk, hogy ez nem igaz, nem ilyen pálcika emberek lesznek a plakátjainkon. De a lényeg az, hogy nagyon sok oldalról meg lehet ezt az egész munkát közelíteni. Na és igen, hogy a Facebookon minden napunknak kint van a programja, kint vannak a fontosabb híreink. Ezért ugye a közösségi véleményeket is nagyon örülnénk neki, hogyha még csatlakozni nem is vágynak, de esetleg új témákat ajánlanának, vagy
vagy csak véleményeznék, esetleg lájkolnák azokat a kedvenc műsorokat, amelyek szimpatikus a hallgatóinknak. Azt is nagyon örömmel fogadjuk, hiszen fontos a hallgatók visszajelzése is. Milyen témákkal készültök most az elkövetkezendő időszakban? Lehet erről valamit tudni? Karácsonyi! Hát amit hoz az élet, tehát igen, mert én a civil napról tudok beszélni részletesebben, mert annak például a civil hétfőknek én vagyok a napszerkesztője. És akkor megvannak a fix műsoraink, amik hétről hétre ismétlődnek, például olyan, hogy bemutatkozik egy civil szervezet, beszél a munkájáról, vagy egy civilek által szervezett eseményről tudósítunk. Hát ezek, amit az élet hoz, ami éppen van aktuális esemény, vagy szervezet, aki a látókörünkbe kerül. Hát tegnap például a Zöldreváltók Zöldkedjében egy olyan egykori aktivistát hívott vissza az a civil szervezet, aki a műsort szervezte, aki ma Máltán él, és arról beszélgettek, hogy ott hogyan működnek az ilyen környezetvédelmi technológiák, és hogyan jelenik meg ott az, amit mi is próbálgatunk, illetve az a szervezet is ügyeként visz, aki ezt a napot szerkeszti. Ma a közéleti szerdában például az Azt csiripelték a madarak műsor lesz, tehát valami olyan hír, ami nem a médiából származik, hanem valahonnan a közbeszédből, és ennek járnak utána a kollégák, illetve van olyan, hogy utcazaj, amikor pedig valamilyen aktuális témát választanak minden heti adásra a közszerdások, és a járókelőket kérdezik meg a kollégák egy témában, és ezekről beszélgetnek majd az ő véleményüket is befoglalva a stúdióban jelenlévő fiatalok. De egyébként a közszerda az minden héten igyekszik egy napot végigölelő témára, alaptémára felfűzni a műsorait, és ha jól tudom, akkor ma az elvándorlás lesz nekik ez a téma. És vannak olyan műsorok is, ahol a fiatal, ha becsatlakozik, nem kell rögtön önálló a műsort készítenie, például az, ahol Csaba is részt vesz, ez az aktuál politikai kaktusz. Ahol tulajdonképpen az is elég, ha a véleményével fölkészül egy témának utána jár, és ha 3-4 beszélgető társa mellett ő a véleményét hozza, nem kell önálló műsorral készülnie, így is be lehet csatlakozni. Ez adja a különlegességét a rádiónak, ezek a témák, az emberek, ugye nyilván mi a szerkesztők, illetve akik médiában dolgoznak, mi alakítjuk azért a véleményt is nyilvánvalóan. Én azért szeretném tőletek megkérdezni, hogy mik a céljaitok, ilyen rövid távú célok, illetve gondolom azért hosszabb távú célok is vannak. Vannak, sok célunk van. Az egyiket például említettem, hogy egyszer szeretnénk majd sávot szerezni. Azt hozzá kell tenni a történet teljességéhez, hogy jelenleg a Norvég Civil Támogatási Alap finanszírozásából működik ez a rádió. Túl sok költségünk nincsen, de némi van. És hogyha lejár a pályázati idő, akkor nem azt tervezzük, hogy szevasztok, bezárjuk a rádió kapuját, hanem tovább szeretnénk működni. A fenntarthatóságunknak a kérdése is most a jövőre tekintve egy nagyon fontos feladat számunkra. Milyen terveink vannak még? Folyamatosan bővülni szeretnénk, hogy a minél több fiatal jönne hozzánk, hogy együtt rádiózzunk, hogy önkifejezzenek. Eszedbe jut még valami? Hogyne, én azon dolgozom, hogy minél, tehát Miskolc város civil szervezetei, vagy olyan kezdeményezései, akiknek ügyük van, azok ne csak mint riportalány vagy beszélgetőtárs csatlakozzanak be, hanem akár azok, akik erősebbek szervezetként, ügyként, vagy összeálljanak abban a témában dolgozók, vállaljanak a önálló időszakot is, amit ők tölthetnek meg aktuális témákkal. Én ezen dolgozom, és remélem, hogy mondjuk egy év múlva az a napstruktúra, amit most elmondtunk, sokkal színesebb és sokkal többek által szerkesztettként tud majd megjelenni. Köszönöm szépen, ez egy nagyon jó végszó volt, reméljük így is lesz, és minél többen megismerik a rádiót, és nagyon jó munkát kívánok nektek, kitartást, és hát reméljük, hogy most már jobban ki tudtok majd terjeszkedni, és jobban megismernek titeket. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük a lehetőséget, és nektek is jó munkát. A Globo Háttérben a mai vendégem
Kormos Csaba, római katolikus, esperes plébános úr, aki Gesztelyből érkezett ma hozzánk, és az adventről fogok vele beszélgetni. Üdvözlöm plébános úr a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a Globo Televízió minden kedves nézőjét. Ugye hamarosan következik a karácsony, ez a legszebb, egyik legszebb ünnepünk a szeretetről szól, de azért addig még van idő, és a lelkünket fel kell erre készíteni, és az adventi időszak erre teljes mértékben alkalmas. Igen, nagyon örülök ennek a kezdésnek, hogy ezt így, hogy ez így fölvetődött, ezt így föltetszett vetni, mert a karácsonyra készülünk, és ez a keresztény kultúrkörben a második legnagyobb ünnep, hiszen az első a húsvét, Urunk feltámadásának megülése. A karácsony azért nagyon fontos, mert az, ami keresztény igehirdetésünknek és életünknek a központja, hogy a megváltást hirdetjük, tehát az, hogy Krisztus értünk, meghalt, szenvedett, meghalt és föltámadt, ez ugye az egész Bibliának, különösen az Új Szövetségnek, de az Ószövetségnek is a szíve, tehát maga az élő Jézus Krisztus, és a keresztény életünknek is ez a szíve, ez tartalmazza az apostoli igehirdetés, és aztán ez rögzítetett a Bibliában, viszont az kikerülhetetlen tény és kétségtelen valóság, hogy a megváltás a megtestesüléssel kezdődött. Tehát ezen nagyon sokat elmélkedtek, és nagyon sokszor csodálattal adóztak Isten nagysága és bölcsesség előtt a legkorábbi időszaktól az egyház kiváló hittudósai, hogy hogyan is adhatta meg Isten ezt a nagy ajándékot a méltatlan embernek, hogy az Isten ember lett. Ugyanis ez a karácsony, tehát ezt rögzítsük, hogy a karácsonynak a tartalma azért nem valamilyen édeskés humanizmus, ha szabad így fogalmazni, tehát nem egy emberközpontúság, nem egy filantrópia, egy általános emberszeretet, tehát nem az ember erőlködik, hogy szeresse az embert, hanem mi a legnagyobb ajándéknak, Jézus Krisztusnak az elfogadására készülünk, tehát itt a karácsonyi ajándék Jézus. És minden ajándék az ő vetülete. Na most, hogyha ez azt jelenti, hogy az ember szívében a vágyakozása mindenkinek egyébként ezt igazolja, az a legbelülről, legmélyebbről jövő vágyakozás, az ember szívében testet ölt Jézus, és a családban ott van, akkor, mint ahogy az ősi házi áldás mondja, hogy ahol hit van, ott szeretet van, ahol szeretet, béke, és stb. Ott van a Jóisten. Na most, egy ünnep annyit ér, ezzel nagyon sokat gondolkoztam mostanában is, de már évek óta, ugye meg hát erre készültünk azért a pappá formálódásunkban is, de hát az ember a keresztény életében is bármelyikünk rájöhet erre, vagy a tisztességes, nem hívő emberek is tudják azt, hogy az ünnep nem a csillogásokból, vagy az ünnepi készület, az nem egyenlő az ünneppel. Tehát fennáll az a kísértés manapság, úgy hallom, hogy meg hát volt, amikor részese is voltam, bár nem szívesen, de mégis úgy részt vettem olyan zarándoklaton, vagy inkább olyan kiránduláson, hogy Advent Bécsben, ugye például, ilyenkor utakat szerveznek. Aztán látom a televízióban, hogy ami egyébként nagyon szép, meg nemes kezdeményezés, de azt mondom, hogy azért alapvetően talán egy kicsit elcsúsztak a hangsúlyok, hogy Adventben legyünk együtt, mondják a polgármesterek. Adventben legyenek közös programjaink. Az, hogy vannak gyertyagyújtások, az egy nagyon-nagyon szép gondolat, hiszen az embereket arra ösztönzi, hogy összegyűjjék a település, hogy Istennel is egymással közösségben legyünk, hogy találjunk időt arra, hogy elcsendesedjünk, hogy többet beszélgessünk egymással, és hát a Jóistennel, tehát beszélő viszonyban legyünk, tehát összefoglalva is igazából, hogy az életünknek a lényegére figyeljünk,
hogy mi többek vagyunk, mint pusztán anyagi, fizikai szükségleteket kielégítő lények, akik azért a teremtett világ csúcsán vagyunk, hanem Isten képére és hasonlatosságára teremtett személyek, akik a legcsodálatosabb személyben, a három személyű egyistenben találják meg a boldogságukat. Tehát összefoglalva pusztán annyit, hogy az advent, valóban az adventus domini, maga szó azt jelenti, hogy az Úr eljövetele, és ez ne legyen egyenlő önmagával, azzal az ünneppel, amire felkészít, hiszen úgy egy képet gondoltam, hogy milyen érdekes lenne, hogyha már most, és milyen érdekes, ha sok helyen olyan eufórikus ünnepi hangulat van már karácsony előtt, mint amilyenek karácsonykor kellene lenni. A karácsony az általában azért a család ilyenkor együtt van, azért fontos, illetve ugye a szentmiséken, az évféli misén is együtt vannak. Miért fontos az, hogy ilyenkor tiszta lélekkel töltsük együtt ezt az ünnepet, ha már máskor nem, de legalább ilyenkor? Hogyan tudjuk megtisztítani ez alatt a felkészülési adventi időszak alatt a saját lelkünket? Így van. Minden ember boldog szeretne lenni, és amire az imént is utaltam, hogy az embernek van egy legbensőbbről fakadó, legmélyebb vágyakozása, hogy mire irányul ez, hogy a legteljesebb biztonságban, boldogságban, békességben legyen, szeressen és szeretve legyen. Szeressen és szeretve legyen, és a legnagyobb boldogság az, amikor az ember érzi azt, hogy okosan és szépen szokták mondani, most azt mondom, nem hív emberek is, hogy jól érzem magam a bőrömben. Tehát nagyon fontos, hogy az ember boldog legyen. Ezt evidenciának tartjuk, magától értetődőnek, de elvileg, de a gyakorlatban sokszor úgy elsikkadunk emellett, pedig hát a boldogság azt jelenti, hogy nincs a lelkünkben, a lelkiismeretünkben semmi olyan furdalás, semmi olyan zavaró tényező, amit jól lehet, el lehet hallgattatni, el lehet tompítani, tehát talán teljesen ki is lehet ölni, sajnos, az már egy megkezdett pokol, ha az ember a lelkiismeretét kiöli, mert egy olyan műszert ront el véglegesen, ami Isten felé irányíthatja, és hát fontos megtisztítani a szívünket, mert ebben a megtisztulásban, a bűneinknek a megbánásában, tehát hogy naponta úgy térünk nyugovóra, ehhez már ez is hozzátartozik, hogy őszintén megvizsgáljuk azt, hogy a nap folyamán mit tettem jól, mit rosszul, mit mulasztottam el, és hát végében térhetek nyugovóra, mert azt mondom, hogy Uram, add, hogy holnap jobb legyek, mint amilyen tegnap voltam. Ezt keresztény emberek és nem keresztények is egyaránt elmutatják, de természetes, hogy a bűnbánatunknak, a megtisztulásunknak a csúcsa az, amikor az ember egy alapos, őszinte szentgyónást végezhet. És ez jóval mélyebb és jóval nagyobb gyógyulást a személyiségnek, jóval nagyobb lendületet ad, ez az újjászületés, testi, tehát a személyiségnek a teljes újjászületése, testi-lelki újjáéledés. Tulajdonképpen a karácsonyban, az adventben, minden ünnepben a húsvét van ott. Minden ünnepben a húsvét van ott, és a mi hitünk húsvéti, és ezért nagyon fontos, hogy a megtisztult szívvel, egy belső, legbelülről jövő békével és boldogsággal készüljünk. Az ember szervezhet különböző rendezvényeket, részt vett, különböző egyébként nagyon szép eseményeken, közösséget erősítő összejöveteleken, odaadhatja a testét is a szeretett himnusszal egy kicsit párhuzamba, és az egész életét is másokért, de ha az Isten szeretete nincs benne, akkor a legfontosabb hiányzik. És ezért fontos az, hogy tiszta legyen a lelkünk, hogy,
hogy ebbe a tiszta lélekbe, mint tiszta templomba, vagy tiszta bölcsőbe Krisztus beleszülethessék, és ott azt mondja, hogy de jó, hogy itt vagyok veled. Egy utolsó gondolat, de ez nagyon fontos, háromféle úrjövet van. Van a történelmi úrjövet, ugye az emberek századokon keresztül várták, hogy eljön a Messiás. Ez Jézus születésekor beteljesedett. A kegyelmi úrjövet, ez azt jelenti, erről beszélünk, hogy amíg a Krisztus születése, amikor Krisztus születésével egy új időszak, az idők teljessége elkezdődött, és a világ vége, amikor a világ teljesen megújul, és erre nem rettegéssel, hanem hittel, bizalommal kell gondolni, a kettő közötti időszakban például van egy olyan irányadó mondat Jézustól, hogy aki szeret engem, és megtartja tanításomat, azt atyám is szeretni fogja, hozzá megyünk, és benne fogunk lakni. János Evangélium 14. 23. vers. No, ez az, hogy amikor meggyónunk, megáldozunk, de amikor most az irgalmasság szentéve is lesz, és ebbe ez már az adventtel is úgy összecseng, közös meccéspontjuk van, ugye december 8-ától, amikor gyakoroljuk a felebaráti szeretet cselekedeteit, nagyon fontos, amikor imádkozunk, bűnbánatot tartunk, de összegyűjtjük a családot, szentírás olvasát, és nagyon fontos, és közös imádságra, akkor mindenki azt érezheti, hogy megvigasztalódik, megtisztul, megerősödik, és ezt az erőt nem ember, hanem Isten adja. Én köszönöm szépen plébános úrnak, hogy eljött, elmondta ezt nekünk, és reméljük, hogy most minden keresztény ember egy kicsit magába nézett, és megtisztítja a lelkét, karácsony előtt van még rá idő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és azt kívánom, hogy ebben az adventben, ahogyan említettem, az irgalmasság szentévének a kezdetén mindenkiben megszülessék Jézus Krisztus. A mai életmód percekben vendégem lesz Farkasföldi Tíme, aki az aerobikról fog beszélni, és arról fog megosztani velünk különböző hasznos információkat. Köszöntelek, Tími, a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én köszönöm, hogy itt lehetek. Mi is ez az aerobik? Azért ezt tegyük már először tisztában, mielőtt magáról, ugye a mozgásról beszélnénk. Az aerobik az egy olyan mozgásforma, tehát nem egy ismeretlen mozgásformáról van szó. Az aerobiknak több változata van. Vannak erősítő órák, állóképességet fejlesztő órák, tehát széles a paletta. Az aerobik szó jelentése, az aerob, az ugye oxigén, és az aerobik maga a szó jelentése az, hogy oxigén jelenlétében végzett edzés. Mikor ismerkedtél meg az aerobikkal? Én igazából 2006-ban ismerkedtem ezzel a sportággal, tehát akkor próbáltam ki először otthon DVD-re, ami nem vált rendszeressé az életembe, de 2012-től azt mondhatom, hogy rendszeressé vált. Mi volt az a döntés? Ugye említetted, hogy először 2006-ban mi volt annak az oka, hogy akkor kipróbáltad először? Én mindig is szerettem mozogni. Igaz, az be kell vallanom, és ezt nagyon sokan tudják, hogy annó én testnevelésből majdnem megbuktam. És nem azért, mert nem tudtam, hanem mert nem akartam mozogni. És tehát nem fogott meg annyira. Tehát akkor is 2006-ban úgy elkezdtem, csinálgattam, de nem ragadott magával. Mi volt az a döntés, vagy mi volt az az ok, ami miatt ilyen, tehát hogy a napi rutinoddá, napi életeddé vált az, hogy mozogjál, nem konkrétan csak aerobik, hanem ugye piloxing és minden egyéb más erősítő gyakorlatok? Hát az első és legfontosabb az egészségem. Tehát az alak, a formás alak az csak bónusz. Tehát itt az egészség, ami a legfontosabb. Milyen órákat tartasz? Ugye van piloxing órád is, és aerobik órád is, és ez az aerobik, ez mikor van, és hogyan is néz ki? A aerobikkal minden csütörtökön itt Szerencsén találnak meg a kedves vendégek, a mozogni vágyók.
Az aerobik az teljesen más, mint a piloxin. Tehát a piloxinnál ott egy felépített koreográfia van, de itt az aerobiknál itt én vagyok. Tehát itt én állítom össze a koreográfiát. Ez most jelenleg egy jó kis erős kardió erősítő blokkokból álló edzés. Amit azt mondok, hogy még engem is megvisel, hát nem, hogy egy kezdőt, de nem kell félni tőle. Nagyon sokan félnek attól, hogy túl sok az ugrálás, nem sok ugrálás van, tehát ezekre mindig figyelek. Meg mindig mondják, hogy jaj, az aerobik ez csak egy ugra-bugra. Nem, ez komoly munka. Hogy épül fel? Gondolom azért, hogy a bemelegítéssel kezdődik, aztán utána pedig a te általad kitalált, illetve ugye amiket te is hasznosnak tartasz gyakorlatokkal folytatódik, és mennyi idő ez az óra? Az első 10 perc az mindig a bemelegítés. Tehát a bemelegítés, ott is az iskolában ugye megtanultunk egy blokkot, hogy milyen a bemelegítés, az már ugye én azon változtattam, teljesen másabb. Utána jön egy kardió rész, ez egy ilyen kis felvezetésnek, hogy mégis mire számítsanak a vendégek. Majd jön az erősítés, a felső, alsó test, és a végén kardió, a legvégén a talaj és a nyújtás. Ha valaki elmegy először az órádra, mire számíthat, ki fogja bírni ezt a 60 percet, vagy azért neki lesznek valami kedvezmények, vagy mindenkinek könyörtelenül meg kell csinálni? Nem, tehát kezdőnek semmiképp. Tehát a kezdőktől mindig azt kérem, ha csak egyszer tud szabályosan, helyesen legugolni, akkor azt tegye meg, inkább egyszer jól, mint 20-szor rosszul. Mindenki érzi magán, hogy mennyit bír, tehát kezdőket soha nem hajtok. A haladók, ők már más kategória, de ők tudják is, hogy mennyit kell. Mi az, ami fontos lehet ugye egy fiatalnak? Például azért vannak nálad fiatalok, fiatal lányok is, akik kérik a te segítségedet, mind táplálkozásban, mind a mozgásban. Mivel tudsz nekik segíteni? Mivel tudod őket ösztönözni? Mert azért vannak olyan holtpontok, amiken nehéz átlendülni, és hogyha nincs segítség, akkor abba is marad gyakran az életmódváltás is, illetve a mozgás is. Igen, a tinédzserek, ugye ők is szeretnének formásabb alakot. Ők jobban, tehát nekik nem az egészség megőrzés még első cél, hanem a formásabb alak. És én mindig azzal motiválom őket, hogy példaképek lehetnek másoknak. Ugyanúgy ők is, mint én. Hogyha családanyák lesznek, sokkal könnyebb lesz minden, hogyha az életük részévé teszik a testmozgás, a tudatos táplálkozást, meg az egész életmódot. Ez most nem biztos, hogy tőled kellene megkérdeznem, de azért szeretném ezt tudni, és most nincs itt melletted senki, hogy milyenek a visszajelzések az óráidról, hogyan érzik magukat ott azok, akik ellátogatnak hozzád. A hangulat az mindig nagyon jó, tehát nagyon sokat szoktunk viccelődni egymásra, tehát nem arra kell gondolni, hogy ez egy monoton, valami erős, drasztikus dolog. Azért csempészek én bele új dolgokat, meg egy kicsit bulizósabb részeket. Pozitív visszajelzések jönnek, nagyon szeretik az óráimat, az erősítést, hogyha többször kell guggolni, megcsinálják, nem mondják, hogy nem csinálják. Tehát én soha nem tapasztaltam azt, hogy valaki azt mondja nekem, hogy ő ezt nem tudja, ő ezt nem fogja megcsinálni. Ha nehezen is, de megcsinálja, kitartóan végigcsinálja. Mikor döntötted el, hogy szeretnél aerobik edzéseket tartani, és milyen volt az első órát, ha erre még emlékszel? Igen, nagyon is. Akkor, mikor életmódot váltottam 2012-ben, akkor ugye nem volt kérdés, hogy milyen mozgásformát fogok választani. Én akkor Katus Attilára kezdtem el tornázni, és emlékszem, hogy 80 kilósan 10 percet nem bírtam. De nem is az volt a cél, mert sok kezdő ott rontja el, hogy egyszerre le akar tudni 60 percet is kőkeményen, mert az edző úgy mutatja. Nem, itt mindig a fokozatosság elvére kell figyelnünk. Ha csak 10 perc megy első alkalommal, nincs semmi probléma, napról napra, hétről hétre lehet emelni az időtartamot. Tehát én is így voltam vele, majd eljutottam arra a szintre, hogy én szeretnék egyre több embernek segíteni ebbe, egyre több embert felállítani a kanapéról. Jelentkeztem egy iskolába, ott akkor nem indult ez a képzés, majd Bibar Szünde Fitness iskolájára rátaláltam a neten, jelentkeztem, visszahívott, és itt meg kell jegyeznem, hogy én elsőnek testépítő fitness szakra jelentkeztem, mert az erősítés sokkal közelebb állt hozzám, tehát a súlyzók, mint ez a csoportos, táncos, mozdulatos dolog.
És Tünde tájékoztatott arról, hogy a testépítő fitness szakkal nem fogok tudni órát tartani, csoportos órákat, mert nem tudom az aerobik alaplépéseket, nem tudom a zene BPM-ét, tehát stb., mert nagyon sok minden van itt az aerobiknál. És hát mondtam, hogy jó, belevágok, és emlékszem, hogy nagyon féltem tőle, hogy úristen, hogy én step touch, azt sem fogom tudni, hogy micsoda meg hogy. És az első órám az maga a képzésem volt. Tehát én hiába tornázgattam otthon, tehát élesben az első aerobik órám a képzésem volt. Ahol Tünde nagyon kemény volt, nagyon erős volt, nagyon határozott, hogy nektek is ilyennek kell lenni. És lehet, hogy most ez nagy képűségnek fog hangzani, de én akkor azért nem akartam az aerobikot választani, mert volt itt már aerobik oktató szerencsén. És azt mondta Tünde, hogy ezzel nem foglalkozzak, mert én leszek a legjobb. És engem ez visz az utamon tovább, hogy igenis én leszek a legjobb. És mikor tartottad itt szerencsén az első órádat? 2013 májusában volt a vizsgám, és utána nagyon sokáig féltem, hogy fog ez működni ez a dolog, de végül is sikerült megcsinálnom az első órámat. Most hol találkozhatnak veled azok, akik szeretnének mozogni, hol tartasz órákat elsősorban? Jelenleg a várban vagyok, a Rákóczi várban, a színház termében. Találnak meg az érdeklődők. És ott más településeken, vagy csak itt szerencsén vannak óráid? Nem, más településen is vagyok, Taktaszadán vagyok, de ott váltani szoktam. Egyik óra piloxin, másik aerobik. Tehát ott is heti kétszer voltam, de most visszaálltunk az egyre a létszám miatt. De például a tegnapi aerobikot nagyon élvezték a lányok. Most föl szeretném tenni ezt a kérdést, hogy aerobik vagy piloxing, melyik, ami közelebb áll hozzá. Tudom, hogy ez egy nagyon rossz kérdés, de azért nyilván azért mindenkinek van kedves, ami a szívéhez közel áll olyan mozgás, amit szeret minden nap csinálni. Igen, ez egy nagyon jó kérdés, mert eleinte a piloxinghoz húzott a szívem. Mert ugye azt jobban begyakoroltam, jobban tudtam. Most meg azt érzem, hogy az aerobikból tényleg én lehetek, tehát az az én kis világom, az én kis koreográfiám, amit én átadok másoknak, amikor elkezdem az órát, ott csak én vagyok, a lányok, a zene, a gyakorlatok, tehát olyan energiák szabadulnak fel akkor, hogy valami eszméletlen is, imádom, tehát én nem bánom, hogy akkor az aerobikot mondta nekem Tünde, és azt választottam. Azért azok, akik elmennek hozzád, ők azért kérhetnek tőled tanácsokat másban is, tehát táplálkozásban is, és minden egyéb másban, ami az életmódváltáshoz, a testünk átalakításához szükséges. Persze, én minden vendégemnek a táplálkozásban ingyen segítek. Tehát ez úgy működik, akik hozzám járnak rendszeresen, tehát itt nem egy, hogy eljön egy órára, vagy két órára is kap egy havi étrendet, hanem itt egy hosszú távon működő dologban van része, rendszeresen jön az órámra, és én folyamatosan segítek a táplálkozásban, étrendben, és nagyon szépen fejlődnek a lányok. Mi az, amit látsz, hogy akik kicsit idősebbek, ők mennyire merik bevállalni az aerobikot, éppen azért, mert ugye nem teljesen ugrálásról van szó, de azért teljesen más izomcsoportokat, ízületeket mozgat meg, mondjuk, mint a piroxin. Van ízületi problémákkal szenvedő vendégem, ő közel 2 éve jár hozzám, tehát ő 50 felett van, és tudja nagyon jól, hogy ilyen mit bír a térde és mit nem, de alternatívát mindig mutatok. Tehát nem kell, mindig szólok, mikor olyan erősebb blokk jön, hogy te így és így csináld. Igen, azért ez mindig fontos kérdés, hogy te is mondtad, hogy otthon elkezdted, mondjuk DVD-re, vagy elkezdtél DVD-re tornázni, de az más, hogyha valaki elmegy egy csoportos órára, mert ott az edző meg tudja neki mondani, hogy ezek a gyakorlatok, ezeket hogyan kell helyesen véghez vinni, mert ugye otthon nem biztos, hogy teljesen jól végezzük ezeket a gyakorlatokat. Igen, egy kezdőnek mindenképp szüksége van egy szakképzett ember irányítására, mert nagyon sokan nem tudnak szabályosan guggolni, vagy kitörést végezni. Tehát a guggolásnál is mindig fontos, hogy a tér nem megy a boka elé. Na most, hogyha ilyet olvas a neten, most az hogy, vagy mint. Tehát teljesen másabb, hogyha képen is látja, vagy az edző megmutatja neki személyesen, hogy nézd, így és így kell. Erre figyelj. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, Timi, és az aerobikot bemutattad nekünk egy kicsit, és reméljük, hogy kedvet kapnak a nézők, fölállnak a székből, és elmennek az egyik órádra. Köszönöm szépen. Én köszönöm.
Egy hét múlva, december 14-én 17 órakor ismét várom Önöket a képernyő elé. Érdekes témákról, fontos eseményekről, a közérdeklődésére figyelemre méltó hírekről beszélgetek vendégeimmel a Globo Televízió stúdiójában. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!